arra időt, hogy ezt a boltot, bolt megnyitásra eljött, és ezt az alkalmat megtisztelte jelenlétével. Lényei Zsolt vagyok, mi tulajdonunk ez az ABC, sokáig ki volt adva a bérbe, de úgy döntöttünk, hogy itt mégis csinálunk egy ilyen üzletet. Mindenki szeretettel fog várni ide vissza. Én átadom a polgármesterhez a szót, mert ő jobban a szavak ember, mint én. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm minden jókat. Örülök annak az optimizmusnak, hogy kihangosítás itt a szabad téren van, mert ez azt feltételezte, hogy ez a tér itt teli lesz emberrel, és mindannyian várnak a szalag átvágására, de optimisták vagyunk, és azt reméljük, hogy nagyon sok ember fog ebbe a boltba jönni. Mert hogyha járunk a világba, azért nem nagyon döbbenünk meg azon, hogyha a görög autóbusz sofőr görög zenét hallgat. Azon se szoktunk megdöbbenni, hogy a belgáknál a piacon a belga eper a legdrágább, és nem a spanyol, és mégis az fogja a legjobban. A Magyarországon azért néha megdöbbenünk, hogyha a magyar áruból több vagy, mint a nem magyarból. Sajnos ez egy rossz beidegződés, egy elmúlt 20-valahány év reflexe, hogy amikor megérkezik a brazil csirke a bevásárló központokba, akkor emberek hadarohanja meg és próbálja elkapkodni. De szerencsére az elmúlt néhány évben változott valami. Úgy tűnik, hogy egyre inkább érezzük azt, hogy hát nekünk ahhoz kell nyúlni, ami a miénk, és azt kell szeressük, ami a miénk és ami a magyar. Mert az a garantált évezredes magyar minőséget tudja biztosítani számunkra. És hogyha magyar termékeket veszünk és magyar árukat részesítjük előnyben, akkor a magyar munkahelyeket is és a magyar életteret részesítjük előnyben. Ezért örülök, hogy a második miskolci magyar boltnak a megnyitóján tudok részt venni. És örülök, hogy ilyen sok ember, mert sokan vagyunk, nem szoktak ennyien egy bolt megnyitónak lenni, itt vannak. És azt szeretném mondani, hogy a városnak természetes, hogy minden olyan kezdeményezést támogat, ami magyarságunkat, miskolci létünket, borsodi létünket erősíteni tudja, úgy gazdaságát tekintve, mint kultúráját tekintve területnek. Miskolc városa is úgy döntött 2010-ből, hogy elindul azon az úton, ami a magyar termékek helyi piacra jutását segíti. Azért alapítottuk meg az őstermelői piacot a Búzatéren. Azért indítottunk egy olyan céget, amely állattenyésztéssel és zöldségtermesztéssel foglalkozik. És remélem, hogy a város gulyájából és tombájából is fog kerülni ide hús a pultokra. Úgyhogy azt gondolom, hogy az, ami a bolt szlogenje, hogy magyar termék, magyar ez pontosan magyar termék, magyar munkahely, magyar jövő, ez a hármas, még egy kicsit kiegészítésre szorul a magyar minőséggel, de azt hiszem, hogy ez hülyen tükrözi azt az utat, amelyet nekünk követnünk kell. Örömmel fogjuk szerintem átadni ezt a szalagot, és nagyon sok velőt várunk, én is várok ide ebből a boltba, úgyhogy jó erőt és egészséget mindannyiunknak a 2013-as évre. Köszönjük szépen a polgármesternek a biztató szavait, és most a Magyarok Szövetsége, nem tudom, biztos mindenki hallott róla.